igazából ez a mai mérkőzés nem a, a mozgásról szólt, meg a ifjúsági, csak U19-ben egy pár játékostól, egy jó pár játékosról 60-70 fenn voltak. Ez volt a cél, hogy ők is részt vegyenek ezen, illetve azok a játékosok kaptak több szerepet, akik bajnokságban kevesebb lehetőséget kapnak, hogy kevesebb játék volt a lábukban. Igazából azt a szervezettséget kértük a fiúktól. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben is most inkább mezőnybe folyt a játék. Volt egy pontrúgás, amit kaptunk, volt ott rosszul, hogy lekommunikálva a kapus, illetve a védők között a szituáció. A második fél időben szintén, hát azt mondom, hogy 80% az ifjúsági csapat volt a pályán. Szerintem jól futballoztak, az ellenfelet is mutatom azt, hogy a válogatottat is meg kell, hogy dicsérjük, mert szervezetten játszották a játékot. A célt úgy gondolom, hogy elérte. Ez a mérkőzés, próbálunk segíteni a válogatottnak, nekünk meg egy jó edzés, ott meg a fiataloknak lehetőség. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy a Nógrád megyei válogatottnak a irányításában részt vehetek. Természetesen ezt mondhatom a több stársadók a nevében is, és tiszteleteltük ezt a felkérést, és örömmel teljesítjük, megpróbáljuk tudásunk szerint a legjobbat kihozni belőle. Először is össze kellett szedni egy csapatot. A csapat összeszedésében segítségünkre voltak a kollégák. Beszéltünk, egyeztettünk folyamatosan minden klubból az edzőkkel. Kikértük a véleményüket, adott játékosokról, kértünk ajánlást is, mert ők tudják, ők dolgoznak velük nap mint nap, hogy milyen állapotban vannak jelenleg. Ezen felül természetesen van olyan játékos, akit tudjuk, hogy jó formában van, egyéb okok miatt nem tud eljönni. Munkahelyi elfoglaltság, vagy iskola, meg ilyenek miatt mondták le jó páran. És a lényeg az, hogy szumma-szumárum kialakult ez a keret, amihez még egyébként 3-4 embert várunk, de ezt akár számokkal is tudom prezentálni, hogy 44 felkérés küldtünk el, abban 23 igazolták vissza azt, hogy el tudnak jönni ezekre a rendezvényekre. Ugye ez két edzőmeccs és a kisvárdai tornáról van szó, és ebből a 23 emberből volt itt ma 19. Ez így alakult ki ez a keret. A magáról az edzőmérkőzésről röviden annyit, hogy az első fél időben próbáltunk egy középső zónás védekezést megvalósítani, átadtuk a területet az ellenfélnek. Én úgy gondolom, hogy maximálisan meg tudták oldani a srácok, persze belecsúszott egy-két hiba nyilvánvaló, de azt, amit elterveztük, azt meg tudtuk oldani. Egy ragyogó szemfüles gólon megszereztük a vezetést. Én úgy gondolom, hogy stabilan védekeztünk, nem volt sok lehetőség az ellenfélnek. A második félben feljebb toltuk a védekezésünket, egy más formációt próbáltunk ki, és ebből egy látványosabb játék is kialakult, úgy vélem, de ebben a felállásban, ebben a játékvízben sem volt túl sok helyzete az ellenfélnek, és ez nekünk elsősorban ez volt a legfontosabb, hogy a védekezésünk jól működik. Minden egyes játékosnak köszönöm, hogy részt vett ezen a mai mérkőzésen. Minden egyes edzőnek külön köszönjük, hogy a partner volt és elengedték a játékosokat, és minden egyes klubvezetőnek szintén köszönjük, hogy a játékosokat elengedték erre a mérkőzésre. És bármilyen kérdés esetén nyugodtan keresenek minket, továbbra is szeretnénk egyeztetni ezeket a dolgokat a klubokkal, az edzőkkel folyamatosan.